A Magyar Kupa negyedik fordulójában egyáltalán nem várt egyszerű mérkőzés a dunaújvárosi kézilabdázókra, hiszen a sorsolás a bajnoki tabella jelenlegi negyedik helyezettjét, a Siófokot dobta a mieinknek. A találkozó esélyesének a vendégek számítottak, akár csak abból kiindulva, hogy a szezon kezdetekor szintén ide látogató Siófok akkor 6 gólos győzelmet aratott a dunaújvárosiak felett. Valamint a Győrrel nyert érmeket is megkapta. A hazaiak kezdésére nem lehetett panasz. Kluiber Katrin góljainak köszönhetően 3-szor is vezetést szerzett a DKKA. Ezeket rendre kiegyenlítette ugyan a Siófok, de Szalai Babett és Ferenci Fruzsi találatainak köszönhetően meglépett a hazai egyesület. Az ide látogatók egyik kulcsjátékosa Kobetics a mérkőzés 18. percében piros lapot kapott. Ettől függetlenül mégis átvették a vezetést. Az első félidő utolsó 10 percében visszaesett a hazaiak támadójátéka, így a szünetre 11-12-es állással vonultak a kézilabdázók. Térfélcserét követően a 36. percben emberhátrányban sikerült felzárkózni a György László gárdájának, többek között Szekerc és Luca találatával. A dunaújvárosiak kapujában végig remekül teljesített mindegyik hálóőr, Tomasevics azonban rendre megnehezítette a Siófok dolgát. A siófoki együttes rengeteg technikai hibával játszott, ezt pedig megbosszulták a mieink, akik gyors indításokkal és labdaszerzéssel 5 gólos előnyre tettek szert. 3 perccel a meccs vége előtt egy hazai időkérés után Sirján Szederke büntetőt harcolt ki, amelyet Kluiber Katrin maga biztosan értékesített. Ezzel szemben a vendégek játékosa újabb hetest hibázott, így végleg eldőlt a találkozó és a továbbjutás kérdése. A DKKA a 27-22-es győzelemmel biztosította helyét a Magyar Kupa legjobb 8 csapata között. Valószínűleg a meccs után kell egy kis idő. Párszor meg kell nézzük majd ezt az összecsapást, hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket. A második félidővel kapcsolatban nagyon csalódott vagyok, mert szerettünk volna tovább jutni a legjobb 8 közé. Megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, de a döntő szituációkban rendre rossz döntéseket hoztunk. Egyszerűen az látszott, hogy sok hibát vétettünk, de most még nem tudjuk, hogy miért, vagy hogy hol voltak a problémák pontosan. Persze érzékenyen érint minket, ha egy-két kulcsjátékos kiesik a csapatunkból, de úgy gondolom, hogy elég erős a keretünk ahhoz, hogy őket megfelelően tudjuk pótolni, hiszen sok másik remek képességű játékos van a csapatunkban. We really wanted to go to the to have a chance to go to the Final Four again with this team. Yeah. Az, hogy ma nekünk valóban szinte minden sikerült, az annak tudható be, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szívvel, lélekkel, akarattal és egymás segítve játszottunk, küzdöttünk, és ez átment abba, hogy győzelmeskedni is tudtunk ugye a Siófok csapata a felett, de aztán tényleg valóban ennyi, nekünk már holnap a következő mérkőzésre kell fókuszálnunk, és ebből sem szabad semmiféle következtetés levonni, mint ahogy én úgy gondolom a szombati mérkőzésünkből sem szabad, hiszen 2 napunk volt rá, 3 napunk volt rá, fölálltunk nagyon mélyről, de azt tudatosítani kell a csapatba és önmagunkba is, hogy csak akkor fogunk tudni sikereket elérni, hogyha óriási küzdés van, harcolás van és egymásért, tehát másképp nem fogjuk tudni. A gyönyörű győzelmet Kluiber Katrin utolsó percben szerzett bokasérülése árnyékolta be, akit már ölben kellett levinni a pályáról. Sok sérülés. A dunaújvárosi lányok nem pihennek sokat, hiszen folytatódik az EHF kupabeli megmérettetés. Az itthon elszenvedett 8 gólos vereséget követően november 17-én szombaton már idegenbe utaznak a Kohász kézilabdázói, hogy ledolgozzák tetemes hátrányukat és kiharcolják a továbbjutást.